Különleges ünnepre készültek a győri szervita nővérek, hiszen minden szerzetesi közösségben jelentős esemény az örökfogadalom, amelyre hazánkba utazott a szervita nővérek általános elöljárója is Firenzéből. A Szent Mise a fogadalomra bocsátás kérdéseivel kezdődött. Ágnes nővér, mit kérsz Istentől az Anya Szent Egyház által? A próbaidő végettével én, aki már megtapasztaltam a szervita nővérek, a fájdalmas anya szolgálóinak életmódját, és hosszasan átgondoltam választásom indító okait, teljes és tudatos szabadsággal kérem, hogy örökfogadalomra bocsássanak ebben a kongregációban. Jöjj, Mária Ágnes nővér, az Úr erősítse meg szíved elhatározását alázatos szolgálatom által. Szentbeszédében Veres András megyés püspök elmondta, minden egyházi hivatás kezdetén ott van az Úrral való találkozás. Ennek sokféle helye, ideje és módja lehetséges. Az ószövetségi olvasmányra utalva Izajást idézte, aki magát méltatlannak tartotta az Úr által kért feladatra. Amikor megszólítva érzi az ember magát Istentől, joggal vetődik föl, Uram, engem hívsz? Meggondoltad? Biztos vagy ebben? És ez nem kis hitűség részünkről, hanem valós állapotunknak a fölismerése. Igen. Egy olyan valaki hív meg bennünket, amit nem tudunk értelmezni, mert ez a valaki messze-messze fölöttünk áll. De nem is a magunk érdeméből kapjuk a hívást, hanem Isten tesz bennünket alkalmassá arra, hogy amire meghívott, annak megfelelhessünk. A fogadalomtétel szertartása kérdésekkel kezdődött, amelyeket azért tettek fel a fogadalomtevőnek, hogy teljesen tudatában legyen elkötelezettségének. Ezt követően a jelenlévők a szentek közben járásáért fohászkodtak a minden szentek litániájával, az Isten segítségét kérve, hogy a neki kimondott igent meg is tudja valósítani a szerzetes nővér élete folyamán. Majd az örök fogadalom letétele következett. Én, Lavondi Mária Ágnes nővér, az Isten igéjétől és a Szentlélektől indítatva ígérem az Atya Istennek, hogy Krisztusnak és evangéliumának tanúja leszek, hogy életemet az Istennek és embertársaimnak hozott szeretett szolgálatra szentelem. A generális anya a neki adott hatalommal az egyház nevében elfogadta a fogadalmat, és Isten kegyelmébe ajánlotta a szerzetes nővért, hogy tegye teljessé az eukarisztikus áldozathoz kapcsolt önátadását. Ezután az áldás következett. Most kérünk, Atyán, tekints le leányodra, és küld rá a szentség lelkét, hogy hűséges legyen kötelességei teljesítésében, és lankadatlanul növekedjen a szeretetben. Éljen a te arcod keresésében, a te szabad hallgatásában, a te akaratod teljesítésében, ragyogjon benne Krisztus képmása, és a Mesterhez hasonlóan legyen szelíd, alázatos és buzgó a te dicsőségedre, tevékeny az emberek megmentésében. Miután megkapta a misztikus jegyesség gyűrűjét, a testvéri befogadás jeleként megölelték az új örök fogadalmast. A szentmise végén pedig a szervita rend ősi szokása szerint a szűzanyát köszöntötték a Székesegyház fájdalmas anyaoltáránál, ahol egy mécsest ajánlott az új örök fogadalmas a szűzanya tiszteletére. Nagyon megtisztelő, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, a szűzanyának, hogy itt lehetek, és ilyen formában szolgálhatok embertársaimnak. És hát szeretnék ezzel a szeretett szolgálattal szebbé tenni a környezetemet. A generális anya köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a Szent Misén, akár személyesen, akár az internetes közvetítésnek köszönhetően.
Nagy öröm számunkra, hogy veletek együtt élhetjük át nővértársunk, Labundi Mária Ágnes nővér örökfogadalom tételének ünnepélyes pillanatát, aki a mai naptól örökre az Úrnak szenteli életét, akit teljes és osztatlan szeretettel szeret a szűzanyának, az Úr szolgálójának példájára. Mi szervit a nővérek, a fájdalmas anya szolgálói, szeretnénk jelen lenni a keresztek végtelen sokaságánál, ahová Isten fia máig fel van feszítve, és szenved testvéreiben. Szervit a nővérnek lenni azt jelenti ugyanis, hogy Isten anyjának irgalmas és anyai jelenlétének meghosszabbítása vagyunk a világban minden nap. Misericordiosa della Vergine Madre di Dio nella vita di ogni giorno. Az általános elöljáróanya elmondta, ma új taggal gazdagodott az 1854-ben alapított kongregációjuk. Chilétől Kolumbiáig, Indiától Olaszországig mind egységben együtt imádkoznak ezért a mi világunkért, melynek oly nagy szüksége van, ahogy 6. Pál mondta, hiteles tanukra, mint tanárokra.